Minden negyedik gyermek szorong a koronavírus járvány okozta bezártság miatt. Ez derül ki a Save the Children legújabb nemzetközi kutatásából. Az iskolák bezárása nem csak a gyerekek tanulmányi eredményeire és karrier lehetőségeire van kihatással, de a szellemi épségükre és a lelki világukra is. Két központi eleme volt a nekünk küldött e-maileknek és rajzoknak, a rossz és a félelem, a gyerekek sokkal agresszívabbá válnak a karanténban, magyarázta a Genovai Gászlini kórház igazgatója. A kötelező otthonmaradás és az, hogy nem mehetnek iskolába teljesen kizökkenti őket a napi rutinjukból, és ettől veszélyben érzik magukat, depressziósak lesznek. Ez derült ki a kutatásból, mondta az olasz egészségügyi minisztérium helyettes államtitkára, hozzátéve, hogy világszerte 1,3 milliárd gyerek jár ebben a cipőben. Arról nem is beszélve, hogy a tanárok 90 a úgy véli, nem tudja leadni megfelelően az anyagot. Tízből négy brit diák pedig szinte alig tud kapcsolatba lépni az oktatójával. Ez az elzárt harmadik világbeli településeken, internet és áram nélkül még nehezebb. Ráadásul sok gyermek otthon erőszaknak van kitéve, vagy dolgoznia kell, így esélyesen marad a felzárkózásra.